Long live the tiger. Örökbe fogadott egy tigris Kabir Bedi, a legendás Sandokan a fővárosi állatkertben február 15-én. Norbi, a 16 éves szibériai tigris félénken a háttérből figyelte az eseményeket, ami nem csoda, hiszen Sandokan a 40 évvel ezelőtt készült sorozatban nem bánt kesztyűs kézzel társaival. Azóta eltelt 4 évtized, és ha ma forgatnák a sorozatot, minden bizonnyal Sandokan lenne az, aki megmenteni a tigriseket. The most famous scene of Sandokan is Sandokan jumping against the tiger. In those days, hunting a tiger was considered a sport. In these days, we have to save the tiger because it's an endangered species. And therefore, the symbolic adoption of the tiger here in the zoo in Budapest is to underline how important it is to treasure and save tigers today. And this is the message of Sandokan today. Thank you. Később a tigrisek is előjöttek, Kabir Bedi pedig rövid sétát téve az állatkertben autogramokat osztott magyar rajongóinak. Az indiai színész egyébként a Guido és Maurizio de Angelis filmzenei koncert egyik sztárvendégeként érkezett Budapestre.